Napokon belül harmadik Károly néven új uralkodója lesz az Egyesült Királyságnak. Károly fejére 1969-ben került a trónörökösöknek járó walesi herceg koronája. A mára 73 éves Károly minden elődjénél többet várt arra, hogy átvegye az ország és a nemzetközösség szimbolikus irányítását. A koronázás pontos időpontjáról még nem döntött a Buckingham palota, de az biztosra vehető, hogy II. Erzsébet temetése után néhány nappal lesz. Károly mindössze 4 éves volt, amikor édesanyja átvette a trónt. Ettől a pillanattól kezdve a fiatal fiú magára maradt. Ő volt az első az uralkodói családban, aki nem otthon tanult, hanem magániskolába járt, majd a Cambridge-i egyetem elvégzése után csatlakozott a haditengerészethez. Bármennyire próbálta, nem tudta elkerülni a kamerákat, főleg miután kiderült, hogy beleszeretett egy óvónőbe, Diana Spencerbe. A rangon aluli házasságot eleinte ellenezte a királyi család, de aztán jótékonysági akciói miatt Diana lett a monarchia történetének legnépszerűbb alakja. 2 gyermekük született, Vilmos és Harry. A Frigy 15 év után botrányos válással végződött, majd 1 évre rá Diana autóbalesetben életét vesztette, miközben paparazzi küldözték Párizsban. Károly egyedül maradt fiaival, Harry tinédzserkori lázadását nagyon nehezen kezelte. 2005-ben végül feleségül vette korábbi szeretőjét, Camillát, aki így Cornwalli hercegné lett. Károly szenvedélyes lovaspólójátékos, egészen a mai napig beáll egy-egy meccsre, és szeret a fiaival vadászni. Bár a világ csendes mellékszereplőként ismerhette meg, számos botrány fűződik a nevéhez. Félrelépései többször kiderültek, egyszer lovaggá ütött egy sejket, amiért azt támogatta az alapítványát, és volt, hogy egy véletlenül bekapcsolva maradt mikrofonba szítta az újságírókat. Az azonban kétségtelen, hogy Károly szinte egész életében erre a szerepre készült.